Jó reggelt, sziasztok! Nem tudom, december... Azt tudom, hogy vasárnap van, de... December 6. Nem tudom, remélem eltaláltam. Valami 10 óra körül. Kijöttem dolgozni. Jön regős Bendegusz barátom. Segítkezni? Hát nem tudom, abból mi lesz. A lényeg az, hogy rájöttem, hogy nem reggeliztem. Ezért. Vettem a szomszédba. Nem tudom bezumolni. A diószegi pékségbe kenyeret. Meg a pékségbe vettem ilyen túrókrémet. Körözött. Bendegusz meg hozza a... És egy csinálom így. Bendegusz hozza a... Palizert. Mustárral. Olyan lakom, ahogy csapunk itt el, mint a pinty. Azon gondolkozom, hogy valamit kellene inni is mellé. Hát, ha a kocsiba hanyadik kóla. Megnézem. Sziszta vagány, hogyha kulcsot nem hoztam magammal, de igen. Na lássuk. Félkézzel sikerülök kinyitani az ajtót. Készülünk a pistába. Meg már a rendetlenség az megvan. Tegnap késéig dolgozta a kapumink, és nem takarította még össze. Megjött hozzám Vacek atya. Majd a nevét ki kell, mert másképp konferáltam fel. Vacek? Nem, de én Bendegusz mondtam. A Facebookon az az aspektus, ami ismert. Na, de Vacek atya lesz, és ha erről rosszul... Jó lehet terv! Vacek, most igen, megkoncentráltam. Sírvázhatok? Igen. Azért elárulj. Mit? Hát a félhője autószerelő tápos Bozgor. Igen, és én most idáig formatervezőként voltam ismert, vagy legalábbis úgy reklámoztam magamot, és mit is mondtak ám meg, hogy... Na, a lényeg az, hogy nem formatervező vagyok, hanem kreatív barkács. Igen, kreatív barkács vagyok. Most ezek a, hogy is mondják, terminus technikuszok. Igen, holnaptól egy kicsit lefogjuk, csak lenne, ki kellene sötétíteni, besötétíteni. Tanuljuk meg. Oda, de ezt te túlhúzt az ember. De. Hát igen. Ez legalább nullára, vagy egy kicsit egy molhafinggal alá mindent. Na, így most jó. Jó, de csinosak vagyunk, főleg én. Az ego az jól van. Igen. A mai projekt az az, hogy vannak azok a kartonpapírok, és azok fel fognak kerülni ide. Ide majd lesz egy polc. Ugyanolyan levehető, mint ez, csak a kartonoknak. És ebbe fog Vacek nekem segíteni. Fogok, fogok. Tetszik érteni. Na, hát a projekt. Így ezt felcsavarozni. Igen. És ha itt tesszük, akkor meg tudjuk betenni a polcot. De csak több utómunka. Így, neki csavarozzuk. Én tartom, te csavarozod. Jó. És hátul is, dettó. És akkor ki kell centízzük, hogy át sörös láda valami. Ez mindegy. Lámpa meg, tehát azt mondtuk, hogy erre felhalsz. Jó, igen. És akkor ezt így, hogy fel lehessen nyomni, érted? Igen. Így. És akkor mit tudom én? Az első lesz itt valahol, és a hátsó ott valahol. Meg kellene jegyezni. Ebben nem egy ceruzát. Azt mondtam, adok meg egy ceruzát, meg. Olvastad? Igen. Na. Most van valahol. Tessék. Ezt tudod, hogy hogy kell meghegyezni? Mutasd meg. Hegyzővel. Tényleg? Igen. De december 1-re kell ezzel a verset mondja a Roma. No trebuja pentru mine. Eu nu știu. România, dar bineînțeles. Asta doar mi chiar, nu? Nu am înțeles. Scuze. Dar nu-și România vreți că des. Lăi să e căcă zile. Nu, nem, hanem. Legalábbis polírozni nem tudásom. Na, így meg baj van, így meg jó. Na. Tehát az van, hogy nincsen Rudi, kerestem egy másik okost magamnak. Szerintem Csuri bács.
egyedül ne dolgozzak, úgyhogy tessék szíves felmenni, kell egy mérőszallag. Hol van? Ott van. Mérőszallag van, és megint megnyugta. Piros lett. Álljon meg, uram. Csikat azzal sorozatában. Egészségügyi biztosítás, hogy van? És ezt most publikáljuk? Ha már ilyen szépen kérdezed, nincs. 55. Nincs, de a dolgoz keveset, s nem érhet baleset, az már körülbelül. Nem, hogy 55-e. Honnan? Hogy te honnan akarod indítani? Hát oda felfúrjuk, akkor amikor nem a mérőt adom, direkt adom a furót, ide felfogatod, hogy 55-öt kinyílsz. Hát a bleket mosok, a szögvasat, hogy mi a... Tessék. Igen, csavarod van-e? Hát van. Adod is. Szépen megkérlek. Csavar nélkül nem tudod? De mi értelme van? Többet adjak, hogy egybe tart a szavékba. És egy bleketet, egy olyan szögvasatás. Ah, meg adjak. Eladom ezt a kicsit itt ebben. És ezt ide szeretnéd? Úgy. Igen. Mit fogjak a Simon kívül? Kossuth rádió. Nagyon jó, hogy nem kell dolgozni. Nincs az a munka, amelyeket végig nem tudnék nézni. Ja, szereted a munkát. A másért ülni és nézni. Jó. De legalább addig megcsinálsz rá. De hallod, de ha lehet aztán, akkor egy magasságban legyenek majd úgy. És vért ne adjak, vért. A drágomat ne toljam le. Egy magasságban. Kapaszkodja kicsit. És na. Úgy csinálom, hogy előre folyjon, ne hátra, mert egy nagyobb szívás főszemben van a zakotában, mit tudom én, mi van. Milyen zakota? Olyan szép rendben, nézzétek. Az előbb csókolt nekem kezet Igor a halott orosz katona, aki itt lakik. A másik sarokban még mindig az SS alakulat gyakorlatozik a második világháború óta, és azt mondja, hogy milyen zakota. Mondjuk azon nem is tudnak ők kijönni. Hát jó, hát azért töld őket egy kicsit. Mondja. Fékem vagy mint tartani. Tartsanak-e, vagy mit csinál? Ne csinálj semmit, mert meglepsz is. Még leplek, hát azért nem, no. Lepjél meg a papá. Másik bal kezed befut. Na. Ez az egy megfogja. Jó. Ha nem elbasztam. Mit lehet tenni? Igen. Na és onnan kéne 55 centire. Nem, innen tudom. Most megállítom. Na ne állíts meg, suribá. Felerül le, vagy leerül fel. Melyik 55 centi? Erre vagy arra? Innen tudom. Hát nem úgy, mint a magyarok, hogy azt mondja, hogy adod a showt. A showt. Azt nyomni kell. 55-re nem tudom, mert ide belóga. Hát tegyed 55-re, az izé, tegyed 50-re. Egyet eszem mindjárt, hogy bírom. Na, én hagylak. Várj meg akkor egy kicsit, mert... Ki van? Még egy vinklit, adjad csavar. A vinklit, csak nézd csak meg, hogy ez... Az enyém úgy is forró, mi? Ez oda befé? Ez nem. Nem. De most mit akarsz ide tenni? Hát, hogy távolságot ugyanakkor legyen te. Hát főnyom a... Ereszem lejjebb? Nem, így meg. Oh, Istenem, azt kell lenne a barassz. Érted? Ne. Tehát mennyi legyen ez a távolság? Nem ez, ez még le kell jöjjön egy ennyit, ne. Egy ennyit jöjjön le. Nagyon, de szeretlek. Na, egyszer ez fúrt fel, és meg lass. Tessék. Tessék. De most ez nem egyenként, de akkor nem tudok pofázni. Ne. Odaférsz. Nem, azt nyom fel egész a plafonig. Úgy. Aztán nem lesz jó, mert itt lesz az anyag húsában. Hát akkor a másiknak a... jó. Akkor a másikat még lennek kell hozzuk. Jó, most lejjebb hozzam. Mi nem csinálj? Ne csinálj semmit, add a stukkert. De mi nem vetted innen te a stukkert? Most nem kell akkor átítani. Hát egyszerre... Nyúlj alatta. Azért nyúlok ide, mert bábból meg tudok valahogy kapaszkodni. Különben elszorossa. Tehát alattam megmozdult a lemez. Már bálból kapasztott. Ne félj! Én nem félek. Tudod, mit csinálni a furogit? Hát mert szarabít. Nem belevaló. Ne, így, úgy, igen. Meg nem tudom olyan jól nyomni. Na, vissza, ezzel tudok állni. Na, de állj meg most, akkor meg kell nézzük, hogy mennyire kell. Nézd, a két bot vett az ember. Na, van pénzet, hogy kiszerettem. Van az őt barkácsáru. A Csuribá, figyelj ide ezzel brekettel. Ha én ezt lejjebb teszem, mennyi súlyt kap ez? Azt a fács, kész. És 10 darab karton elvesz. Akkor lehet. Na, jó, tegyed ezt. Hová esett? Nagyon mélyre? Mélyre, igen. Tessék, ezt tegyed ugyan olyan távolságra, akkor mint a másikot. Csak állj meg, helye baj van. Hát ez lenne van ez a fele. Játszunk-e vízmértékkel? Akkor ide rakom. Oda rakod? Oda rakom. Ez nincs vízben.
Hát akkor a másikat is átrakod. Másikat is odarakod, úgy is jó, úgy még jobb. Hát mese nincs, Andersen meghalt, hófehérke kurva lett, és a többiek strihelni vannak a sarkon. Maradjak csöndbe? Nem, hát a tiéd úgy is vetett. Az a tiéd, úgy vallod, hogy akarod. Hát még azért úgy lesd meg, hogy... Az emmé kultúrhulók. Hogy még a piros szeme ége. Hó. Világít-e. De mi nem is vagyunk benne, baszki. Mert? Hát akkor tekerd alni. Jogottan tekerd alni. Nem itt távol semmit, mert ezt kell tekezni. Nem, ez vegetatív disztónia. Ma reggel biztosítottam az asszonyt, hogy nem úgy, mint apósa, aki Parkinsonba távozott. Ez még nem Parkinson. Remélem cserefába alkottad meg. Remélem. Fajnod. És ha ezt így elfordítod így oldalra, így. Igen. És így fúrsz, akkor jobban odafész. Már ez a fára kisebb, mint ez. Hát, igaz. Igaz embert él, addig tanul. A jó pap holti. Holti. Na, még akkor kell egy izé is. Egy ízéték. És hogy nézzük meg? Ati, ez mekkora? Ez 50-es. Az akkor pont jó lesz. Aha. De az előbb mondtad, hogy így jobban elfér. Igen. Hát, hát. És én ennek hihetek? Hát annak hihetsz te, ha a ceruzát hova lett, te valahol lájtetted azt is. Kendra, annak is én vagyok az okom, mert ez napon szigortalak. Úgy tapiskálok, mint izé, Tóth a pinalba, vagy ez nem azt csinálja, ez más csinál a pinalba. Nem tudom, akkor... Lapogat, mint Tóth a pinalba, úgy van. Uh-huh. Ezeket légy szíves, majd fütyüld ki legalább a Tóth szót, jó ég? A kacagók elmén az erő. És ha lehet, essél le itt nekem, törd össze a boros üvegeket már. Tudod, mit mondunk erre felé? Mit te? Én is szeretlek, Csuri. Igen? Én is szeretlek. Ne, figyelj, egy kis kalapácsot. Kalapácsot? Kicsit. De azt légy sem mört a pörőt, a 15 kilósat, mert le fogok esni. Parancsoljad, jó? Hoppa! Te oda nézel, jó? Nem, a vas vonza a vasat, nem tudsz. Tehát akkor mit itt ez a fa? Mert szeretek gyűjteni ilyeneket, mint amit itt is látsz az ujjam, ezt is kalapáccsal generáltam. Ezért van. Nem véd meg. Dehogy ne, meg alapban. Nem kell keresgélni. Odadom a másfél kilóst, megnézem, mi marad a kapcsolatban. Van valami mondani valód az akkúval kapcsolatban? Ja, várjál, mert most... Oké, visszajöttem. Hát az úgy volt. Egyszer csak. Egyszer csak. Nem, csak egyszer. Ez egy ehhez járó akkumulátor. Van benne 5% dunst, craft, juice. És kicseréltem ugyanerre, és most úgy megint cseréltem akkumulátort, rájöttem, hogy van egy 99%-os töltöttség. Na most figyeljet, tévedni emberi dolog, szólt a sűr, mint mondtam már egyszer, és lehátrált a drótkeféről. Na, hát belefér. De időközben megszereltük Bendegúznak a kocsiját is. Tettünk két, hát nem igazán hat vilszes megoldás, de ez a kemény húzatot visszaszereltük. Nagyon termékeny napnak vagyunk a közepinél. 1 óra 40 perc telefonált a fiam, hogy kész a pizza. Úgyhogy rohanok haza, hogy még melegen tudjak enni, ha még marad persze. Nagyon szeretik, aztán úgy lehet, hogy bele kell szorítsunk egy Brassó megyei látogatást. A Koreszi Shopnak nevezett, ott a rendőr, ott megy ügyesen által. Olyan szépen sétál, mint a pinty. Nekük szabad. Nekük szabad. Úgyhogy ezt az úgyhogyról lekeszek. Ma vettem egy ilyen elektromos pisztolyt. Behajtót, 11 szettes, mit tudom én, stb. Töltő, akkumulátor, jól néz ki, szépen, bacsony, tudjátok mennyi volt? 26 láj. 26. 2 és 6 láj. Ezt kíváncsi vagyok erre. Az az igazság, szégyeltem van a garancia levelet kikérni.
Azt mondta, a 2 éves garancia jó. Azt számoltam, hogy ha minimum 3 csavart be tudok hajtani minden töltéssel, már nagy előny, nagy haszon mondjam. Milyen ez a használatosítás volt, nem? Jó. Hát nagyon kemény. Hát ez extra stark. Lámpa ég. Te, ez csavar. De most mit csavarjak? Előre, hátra, hát ez megdöglöm. Most nézzetek meg, nem leszem csavarjak. Hozok. Gyűjtendő, vagy kiteregetve vannak az asztalon. Erre próbáltam keresni egy megoldást, hogy rendszerezzük, vagy egy legalábbis csak egy helyen tartsuk a vaskocsikat. Ez nem kell egyebet most.